Műsorunk együttműködő partnere a Biodroga Kozmetikum család. Napsütéses kataságok. Megjelent Csongrádi Kata interjú kötete. Már kapható a boltokban. Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy örökkön örökké csodát remélek. Napsütéses, sőt. Mulatós napsütéses mindennapokat kívánok Önöknek, a mulatós zene királya, Kacor Feri a vendégem. Isten jól kitalálta, nem viszel el semmit a túlvilágra. Nem kell oda gyémán, arany sem pénz, üres kézzel mész el, ahogyan jöttél. Nem kell oda gyémán, arany sem pénz, üres kézzel mész el, ahogyan jöttél. Ezért hát költöm a pénzt, nem sajnálom, hisz úgy sem kell. A más világon nem búsulom, vígan élek, mert hosszú a sír, rövid az élet. Költöm a pénzt, nem sajnálom, hisz úgy sem kell. A más világon nem búsulom, vígan élek, mert hosszú a sír, rövid az élet. Költöm a pénzt, nem sajnálom, hisz úgy sem kell. A más világon nem búsulok, vígan élek, mert hosszú a sír, rövid az élet. Költöm a pénzt, nem sajnálom, hisz úgy sem kell. A más világon nem búsulok, vígan élek, mert hosszú a sír, rövid az élet. Isten hozott, kedves Feri! Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nem tudom nem megkérdezni. Te költöd a pénzt? Hogy ne inflálódjon, ugye most ebben az inflációs időben. Azt mondják, költeni kell, igen, és ne sajnáljuk. A szüleid is szerettek mulatni? Igen, én nagyon sokat tanultam azokból az időkből, amikor velük tudtam menni egy-egy lakodalomba, és ugye ott azért belédi volt az a muzsika, azok a dalok. Ők is zenészek voltak? Nem, abszolút nem voltak zenészek. Édesapámnak, édesapámnak jó hangja volt, ők szerettek nótázni. Ugye a lakodalomban akkor még úgy történt, én nagyon emlékszem a gyerekkori élményekre, hogy akkor még cigányzenekar játszott, és hallgatónótákat énekeltek, ugye nagyon sokat. És ezek belém voltak, és nekem... A Kátos út. Például. És későbbiek folyamán ez nekem nagyon a hasznomra vált, mert amikor én már mentem muzsikálni, akkor jöttek oda, na, tudod, elővették, és na, tudod-e azt? Tudod-e? És boldogan mondtam, hogy igen, tudom. De hogy kezdtél muzsikálni? Én nekem az első élményem az volt, hogy édespántól kaptam egy kicsike kis hegedűt, nem tudom, 4-5 éves koromban. Gyerek hegedűt? Igen, gyerek hegedűt. És szerintem ez volt az első olyan találkozás a hangszerrel és a muzsikával, és a következő pedig az volt, hogy nagyszüleimnek, anyai nagyszüleimnek a padlásán járkáltam, és fő volt akadva egy citera. Azt hittem kolbászott. Igaz, az volt, igen. És nagyapámat addig nyüstöltem, hogy az vegyük le, de hát hiányzott róla húr. És valahol nem tudom, hogy tett rá húd, vagy akár, de hangot csikart belőle. Ez volt a második az, ami szerintem befolyásolt az én. Gyönyörű a citera hangja. Hú, ne is mondd. Gyönyörű. Az a népies, igen, utálózhatatlan. Gyönyörű, hogy megszólal. És aztán zenekarod is volt. Igen, aztán később, hát én elég későn Nolk? Kezdtem. Nolk? Igen, jól mondod. Elég későn kezdtem el a zenei tanulmányaimat, ugye akkor már lekéstem, nem is volt rá alkalom, én Kispáliba, Zalaegerszeg melletti kis faluban jártam az első 4 osztályt. Akkor itt átkerültünk egy másik községbe, Nagypáliba, onnét pedig Egervár a közlekedésített iskolába, és nem volt alkalom arra, akkor a közlekedés is teljesen máshogy volt, hogy zeneiskolába járni, és akkor, amikor bekerültem Zalaegerszegre, akkor
lett alkalom arra, hogy el tudjak menni zeneiskolába, gyorsított. Hogy hívják van? Gyors talpalon? Igen, elfogadott a zeneiskola igazgatója, egy csodálatos ember, aki fölismert. Én a Csernit nagyon-nagyon szerettem, az új gyakorlatokat, nem dallamos, nem fülbe mászó. És a kötelező dalokat vettük át mindig, és nekem megint csak szerencsém volt. És billentyűs voltál. Igen, szerencsém volt azzal, hogy amikor vizsgázni kellett, akkor én már azt tudtam. A szintetizátor hozzád nőtt, nem? Igen. Valahogy nagyon jó barátok lettetek. Meg mindig törekedtem arra, voltak példaképeim, akik a technikával együtt fejlődtek, és muszáj volt fejlődni. Imádtam azt, hogy egy szintetizátor. Elmondhatom azt, hogy ott a megyében, vagy talán még túl is, a második szintetizátor az én kezem alatt volt. Egy Roland SH3, már el nem felejtem, akkor ez 78-ban egy zsiguli ára volt akkor. Bizony sokba került. Igen, és még hozzájutni se volt nagyon könnyű. Nagy kincs volt a birtokodban. Kormos Tibi volt a hangszerboltnak a vezető, és ő juttatott ehhez hozzá. Gondolom, akkor a külföldi zenészek hoztak be hangszereket, és így lehetett ezt megkaparintani. És aztán elkezdtél dalokat írni. Igen. Az első találkozásunkkal megemlítettem most is, ugye, hogy Esnagy Istvánnak volt nekem egy olyan, ami a mai napig itt cseng a fülembe, hogy voltunk egy könnyűzenei találkozón, ez Keszthelyen volt, és ő volt a zsűri elnöke, és akkor mondta nekem azt, mert beszélgettünk, hogy saját dallal próbálkoztam, hogy hát honnét van a dal, mert nem ismerős. Hát gondolom, ő ismert minden a szakmán belül, kinek milyen szerzeményei van. Hát mondtam, a saját szánypróbálgatásom csak. És mondta, hogy egész jó, igen, biztatott, és azt mondta, hogy ne legyek soha lusta fölkelni, amikor jön egy gondolat hajnalba vagy éjszaka. És ez annyira bennem maradt, mert ugye vissza is ütött ez a dolog. Mondom, ez olyan könnyű kis bemondás, ez reggel meg lesz. Nem. Soha nem lett meg. Soha. És mindig visszacseng a Esnagy Istvánnak ez a mondása, tanítása, hogy ne légy lusta fölkelni és leírni, vagy bár. Igen, ő mindig mondogatta, hogy lusta zseni nincs, tehát a dolgokat csinálni kell, és te csinálod. Azt is mondogatta a férjem, hogy ki a virágot szereti, rossz zenész nem lehet. Márpedig te nagyon szereted, mert nagyon sokat énekelsz virágokról, rózsáról is például, de most egy dal következzék a muskátliról. Kis kis ablak, a beszélni tudnák, elmondanák, hány ezer só szem tanúja voltál. Színeves hallomány, sultánkat hallottam. Újra élnék minden szerelmes éjszakát. Eszembe jut sokszor az a tornácos kis ház. Érzem még a kertben a rózsák illatát. De muskát és kis ablak, ha beszélni tudnám, elmondanád, hány ezer csók szemtanúja voltál. Hány szerelmes vallomás suttogtak alatta, hányszor mondták szeretlek, soha el nem hallgat. A két ég a csillagot vigyáztak reán, a port fénye ragyogott, és tücsök muzsikál. Miért múl el a tavasz, miért múl el a nyár, miért múl el a szerelem, miért van vége már. De muskát és kis ablak, ha beszélni tudnád, elmondanád,
nem hagyva. Emuskát és kis ablak, ha beszélni tudnád, elmondanád, hány ezer csók szemtanúja voltál. Hány szerelmes vallomás suttogtak alatta, hányszor mondták szeretlek, soha el nem hagylak. Milyen munkahelyeid voltak? Én először elektronlakatosként indult a szakmán, és akkor elég bonyodalmas volt akkor a gyakorlati oktatás, át kellett lovagolni másik szakmára, és akkor elektroműszerészi pályán kötöttem ki, igen. Dolgoztam a Ganzmávagnál, dolgoztam nyomdában, mint karbatartó, utána a Gelkánál, utána pedig mint oktatástechnikus egy szakközépiskolába, és akkor jött az, amikor a vízválasztó, amikor el kell dönteni most, hogy hova lépek, ide vagy oda, ugye hál' Isten elért egy olyan szintet az embernek a zenébe, hogy a kettő együtt nem ment egy seggel, két lovat nem lehetett ülni, és nehéz döntés volt, de ott kellett hagynom a munkahelyemet, de jó döntés volt, úgy döntött. Igen, szóval egy fenékkel két lovat nem lehetett ülni, és akkor te a zenész pályát választottad, de voltál csóró is? Igen. Nagyon ismered a csóró életet? Nem, Kata, én a csóróságot akkor nem úgy éltem meg. Minden egyformák voltunk, nem volt különbség. Egy rágógumit, amit rágott az osztály. És így komolyan adtuk tovább. A másik szünetben a másik láttam, mert egy embernek volt rá pénze. Nem éreztem csóróságot, hanem nem volt cipőnk, amit én kinőttem, abban az öcsém járt. De hát másnál is így volt ez. Hát a mostani tehát nem firattátok, nem sajnáltátok magatokat, hanem abszolút megoldottátok a helyzetet. Így van, abszolút. De. A mostanihoz képest azt mondaná, hogy igen, csórók voltunk. Csórok voltatok. Igen. Mert az egyik dalodban olyan nagy átéléssel adod elő, hogy hát igen, egy csóró akkor mit csináljon, akkor betörjön, vagy guberáljon. Ennek van egy története. Igen. Elmondhatom? Persze, mondjad. Tízes lemezén dolgozgattam, és hiányzott egy dal. Akkor valahogy nem tudom, a tíz dalnak ott kellett lenni egy lemezen. Nem tudom, miért volt ez. És nincs is. Amikor a kényszer akar szülni valamit, mert én tartom azt, hogy kényszerből nem lehet nótát írni, legalábbis azt, ami majd egy kicsit még megmarad az emberekben. És a polgármester, aki fordult be az autón, és én nekem a kis stúdiumnak az ablakponton ránéz. És mondogatta, hogy mindent akarnak itt ezek, csak azt mondja, dolgozni nem. De furcsa. Már mind a segélyen. Értem. És ez nekem valahogy ez azonnal bevillant, kaptam föntről egy szikrát, és ebből fakadt ez a dal. Asztalra csapni, és polgármester arra kérem. Van, igen. Hát akkor most dalban is csapjuk asztalra. Polgármester arra kérem. A jó Istent arra kéne, valakitől üzennékem, hogy most én, hogy mit is tegyek. Hát betörjek majd, guberáljak, ja Istenem, mit csináljak? Mondjátok meg, hogy mit is tegyek. De elmegyek a hivatalba, rávágok majd az asztalra, és elmondom, hogy éhen fogok halni. De polgármester csak úgy kéne, hogy egy kis segély adjon nékem, ott tudjak a kocsmába bemenni. De ha tudjak röszsepelni a bánatomat, elperedni, ott tudjak egy kicsit boldog lenni.
adjon néked, ott tudjak a kocsmába elmenni. De ott tudjak egy röcsöt venni, a bánatomat elbeletni, ott tudjak egy kicsit boldog lenni. Itt utaltál a polgármester úrra, hogy befordult az ablakod előtt, de a dalai témája honnan vannak? A nagyok azt szokták mondani, hogy az utcán hevel, csak föl kell venni. De ez így is van szerintem. A környezetünkben megtalálható minden. És abból én legalábbis úgy érzem, hogy az lesz esetleg, ami eljut az emberekig, amit saját magukének éreznek. Így van. A Covid idején sem pihentél, több dal is született ott a kis stúdiódban, az Elveszett egy év, ugye? Igen. Meg az, ami hát nagyon szíven ütött engem, hogy valaki adja vissza a régi életem. Igen. Ezt te nagyon átélted. Igen. Hát megmondom őszintén azt is, hogy én nekem élmény is volt az az időszak. Ennyit az életben nem voltam a családommal együtt. Tényleg. Tehát a rosszban is megtaláltad a jót. Meg, igen. Azokat a dolgokat, amiket mindig odébb voltam, hogy majd megcsinálom címmel, garázsba rendet rakni, egyéb, arra most volt idő, szinte és olyan jó bemenni, hogy haj, de jó, hogy akkor rendet csináltam. Aha. És ez a valaki adja vissza a régi életem, ez hogy született? Hát igen, maga, ezt is az a... Hogy nem ölelhetjük meg egymást, hát nem mehetünk ki az utcára. Igen, borzasztó. Bezártság volt. Igen, meg az borzasztóan rosszul érintett, hogy így fogunk kezet, meg igen, fú, igen. Azt mondtam, nekem ez nem... Én hiszek a teremtőbe, hogyha nekem megszabad valamit, akkor azt majd végigviszi. Vagy én végigviszem, és mondom, ha én kezet akarok fogni, és nekem azt szabták meg, hogy így fogok majd valamit kapni, akkor kapjam. Hát úgy sem tudok ellene tenni semmit, és én ezzel nem mindig is hadakoztam, hanem nem, én meg akarom ölelni, akit megszabadott, ugye. Hát akkor ez szóljon dalban, valaki adja vissza a régi életem. Azt adja vissza, kérem, az a régi életem. Valaki öleljön át újra, fogjon kezet velem. Valaki mondja meg, mikor lesz vége, mert nem bírom tovább. Valaki mondja meg, visszajön-e még az a régi boldogság. Valaki adja vissza, kérem, az a régi életem. Szerencsés vagy, mert egy szerető család vesz körül. A feleséged Éva ugye 40 éve? Igen, köszönöm. 40 éve van melletted, jóban, rosszban, egészségben, betegségben. Van két nagyon jól sikerült gyereked, a Ferike, igen. Aki Feri valójában, de igen, nektek igen. Még Ferike. Igen. És Vera a lányod. Igen. És akkor még nem beszéltünk az unokádról. Igen. Kolos milyen? Háj, ne is mondd, hát ez egy csoda. Azt is úgy élem meg, hogy abban az időben, amikor fiatal volt az ember, ugye építkeztünk, muzsikáltam, dolgoztam, nagyon keveset tudtam velük lenni. És azok a hétvégek mind kiestek, mert nappal aludtam, éjjel mentem muzsikálni. És most a Kolosnál jönnek vissza azok a pillanatok, Jézusom, mondtam, ezeket nem éltem meg a gyerekeimmel. És most minden időt megpróbálok kihasználni, hogy játszunk, vagy bármit. Ő egy nagyon szorgalmas, rendszerető kisgyerek. És ő nem nyúl semmihez, úgyhogy meg ne kérdezi, hogy papi, ezt elvehetem, vagy csodálom, igen, imádom. És mennyire vagytok otthon mulatósok? Mulattok? Hát,
A Covid idő alatt igen, akkor nagyon fogyott a pálinka, ugye mondván, hogy az nagyon jó fertőtlenítő szer. Persze, persze. Így van, igen, igen. Dezinficiálja igen. A torkot, hogy igen, egészséges. Amikor így mondtak valamit a kormányinfó alatt a tévben, hogy súlyobb a helyzet, akkor gyorsan tettünk róla, hogy ne súlyosbodjon tovább, délben már nekiálltunk ennek a és hát amikor olyan van, akkor igen, mulatunk. Hát én láttam rólatok egy videót, amikor a család mulatott, méghozzá a lányod lakodalmán. Igen, mikor igen. Dalra fakadtál, feleséged, lányod, igen. Vejed, és a Babám, Babám című dalt ott együtt elmulattátok. Babám, Babám, elmondanám, hogy nem az ezenyét szeretem, de rabia lettem. Rabia lettem, annak a gyűrűszem. Na igen! Babám, babám, elmondanám, hogy nem az eszedét szeretem. De rabia lettem, rabia lettem, annak a gyűrűszem. Tudod, olyan jó kis hangulatot teremtettél, hogy nekem is kedvem támad egy kicsit mulatni, de nem akárhogy, hanem egy olyan Máté Esnagy dallal, ami egy cigánydal, egy roma dal, ad ide a kezed, egy cigány jóslós dal, az egyetlen roma dal, amit a Máté Esnagy szerzőpáros írt, az, hát ad ide a kezed. A kezed, hadd nézzem a kenyeret, meglátom múltadat, megismerem szívedet. Kezedből olvasom azt, hogy benned van még irgalom. Látom én, szerettél, őrült módon szerettél, látom én, szenvedtél, szenvedtél. Szenvedélyes lány, lány, romba lány, forró csokra mindig éhes, nincs itt kegyelem, szép és mada cigány szerelem. Szív, szív, romba szív, őszinte és szenvedélyes lány, lány, romba lány, forró csokra mindig éhes, nincs itt kegyelem, szép és mada cigány szerelem. Sírik tart a cigány szerelem. Azt tudják az emberek, hogy ugye te is utaltál a pálinkára, ami kismértékben orvosság, nagymértékben gyógyszer. Igen. Hogy néha az életet nem lehet józanul elviselni. Mennyire vannak neked szesztestvéreid? Vannak, igen. Ilyen stabil fiúk? Stabilak, igen. Hány éve stabilak? Hát nem is tudom. 15-20 valahogy, így mindig cserélődött ugye alkalommal, de a kollégák inkább, úgy mondanám. Nálatok jöttök össze, vagy valahol? Változó, ahol éppen vagyunk. És alkalomattán, amikor van egy vacsora, akkor legurít az ember egy-egy italt. Én például úgy vagyok, és a barátaimmal is azt beszéltük, hogy nekem valahogy fokozza az ünnepélyességet, ha egy pohár bort is megiszol a vacsora mellé, és hogy kocinthatunk egyet. Nem tudom, lehet, hogy rosszul fogom föl. Nem, hát az emésztést is segíti, úgyhogy igen, meg, hát, mondom, feloldozunk mindenkit, aki szereti a borocskát. Annó a királyok is ezt csináltak. Miért? Hát persze, meg különben is azt mondják, hogy vízzel kocintani az betegséget jelent.
úgyhogy csak, igen, csak borral szabad kocintani. Meg valahogy furán is, én nem is tudnám elképzelni, hogy víz van és kocintok. Nem? Nem. Úgyhogy úgy, nem mindenkinek kell szesztestvérnek lenni ahhoz, hogy kocincson a másikkal, igen, de most én azt kérem, hogy énekelj a szesztestvérekről. Hogy bezárt a kocsma, se sör, se ból, se pálinka. Oda van a jó kedv, oda van a boldogság. Örül is az asszony nagy titokban, hogy nem járok a kocsmába. Oda van a jó kedv, oda van a boldogság. Szesztestvérek, barátok, a józanság nagyátok, hogy viseljem el józanul ezt a cudar világot. Szesztestvérek, barátok, a józanság nagyátok, hogy viseljem el józanul ezt a cudar világot. Feri, mennyire segít neked a gondjaid elűzésében a mulatás? A személy szerint, hogy én most mulatok? Személy szerint is. Tehát mikor gondod, bút, bajod van, ugye azt mondják, hogy akkor a magyar ember dalra fakad, bánatában vagy örömében. Te ezt hogy éled meg? Nem szokok bús ember lenni. Nem? Nem, tényleg nem. Én nem tudom átélni azt sem, megérteni se a depressziót például. Aha. Abszolút nem tudom. Nem tudnám elképzelni, hogy depressziós legyek, hogy mitől. Hát mindig minden árakból van egy kilépés, bocsánat, lehetőség, igaz? Hát akkor lépjünk már ki belőle, vagy bele se menjek. Aha. Lehet, hogy rosszul fogom. És te ezt megtanultad?
Vagy mindig is így gondolkodtál? Beszélgettünk, hogy elég sok spirituális dologgal kapcsolatos könyvet olvastam, mosót, egyebeket, ami szerintem megmarad az emberben, legalábbis bennem egy-két olyan dolog, aminek nagyon hasznát veszem. Na de hát gyerekként is, ugye a rosszban megláttad a jót, ugye, ahogy egy rágógumit rágtatok, vagy egy cipőt, ugye, amikor kinőtte a másik, akkor hordta a kisebbik. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon jó életfelfogás, hogy minden rosszban meglátni a jót. Igen, meg hogy mondjam, az, hogy amit most élünk, az úgyse tudok tenni, mármint ha nem én vagyok a befolyásoló tényező. Ha nem rajtad múlnak a dolgok. Igen, akkor szemlélem, és próbálom a legjobbot kihozni belőle. Nem? Most mosolyogva buslakodunk, az nem jobb, mint a sírunk. Hát nagyon igazad van. Feri drága, én nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és elhoztad ezeket a dalokat, és kívánom, hogy ilyen mosolyogva élt tovább az életed a kedves családoddal, szeretteiddel és a kedves közönséggel mindannyiunk örömére. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem, és köszönöm, hogy a társad lehetem ebbe a beszélgetésbe. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük, hogy velünk voltak. Reméljük, hogy önök is kellemesen mulattak, és kívánjuk azt, amit ugye Feri is mondott, hogy mosolyogva éljük meg az életet. Mert amiről tehetünk, arról tegyünk, amiről meg nem tehetünk, hát azt vegyük tudomásul, mert élni kell, akkor is, ha fáj. Isten áldja önöket a viszontlátásra. Élni kell, akkor is, ha fáj. Élni kell, ha senki se hív, ha senki se vár. Élni kell, hirdetni, hogy szép az élet. Meddig élek, élni kell, teremteni egy jobb világot, élni kell, megtalálni a boldogságot. Műsorunk együttműködő partnere a Biodroga Kozmetikum család. Napsütéses kataságok. Megjelent Csongrádi Kata interjú kötete. Már kapható a boltokban.